és back to back to back Team of the Season walkout. Na nézzük! Ha a Team of the Season alatt szeretnél olcsón és gyorsan zsetóhoz hozzájutni, látogass el a képernyőn található weboldalra, s használd a ZAP kuponkódot további kedvezményekért. Na hát, sziasztok srácok, én Peti vagyok, és végre újra itt vagyunk egy FIFA-s videóban. Nagyon sokan szerintem láthattátok az Instagramomon, amit most szerintem ide berakok, vagy ide, igazán botok, mindegy, hogy egy kicsit szüneteltünk, én nyaraltam külföldön, Olaszországban, Márkó pedig szülinapozott, most volt a szülinapja, és így egy kicsit most szüneteltettük a videózást, de most végre újra itt vagyunk, és hát egy pack opening-gel jöttem nektek mára. A videó első felében egy pár Team of the Season pakkot fogtok látni, amit régen nyitottam, viszont még ugye nem raktam fel, úgyhogy most fel fogom rakni. Az lesz a videó elején, illetve a videó végén pedig megkaptam az egyik jó barátomnak az akkuntját, Várszegi Márk, szerintem elég sokan ismeritek, elég sokszor volt FUT Championsban Elite 1, illetve Top 40 is volt, és most ideadta az akkuntját, most Montliba csak Silver 1 lett, ugye haviban, viszont az is ad egy piros Gold Team of the Season játékost, ami ugye nyilván lehet jó is, nyilván lehet rossz is, ugyanis az egész, tehát az összes Gold Team of the Season játékosból nyithatunk egy játékost. Meglátjuk, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, és nézzük először a Team of the Season pakkokat. Na hát itt is lennénk, és akkor ugye megcsináltam pár Team of the Season pakkot, úgyhogy szerintem nézzük is. Hát let's go! Kettővel kezdünk, és akkor ugye folyamatosan még csinálgatom, ugye először untradeable, meg lesz tradeable, össze-vissza, meglátjuk, hogy hányat fogunk nyitni, úgyhogy nézzük is. Itt is lennénk az első kettővel, hát nem tudom melyiket nyissam, hát kezdjük a másodikkal, nem walkout. Nem baj, jó lesz ugye SBC-be, LB, hát Brazil, Marcelona nem lehet, viszont elküldjük a klubban. Így is van, nézzük a következőt, és ez sem walkout. Hát eddig 2-ből 0 török kapus, senkit, na, semmit nem ér. Hát eddig nem túl jó, küldjük el őket a klubba. Na nézzük akkor a következőket, be is raktam őket ugye egy tradable SBC-be, ugye abba 2 darab Team of the Season kell. Úgyhogy hát nézzük. Kíváncsi vagyok, tradable. És nem walkout, srácok. Brazil, Kam, Mossoró. Édes Istenem, 86-os játékos. Ez most így really? Tehát, hogy ez most így full really? Nézzük, mennyit ér 50 ezer a maxára. Hát 30, na mondjuk 36-ért kirakom, akkor már ér valamennyit. Így is van. 30, hát igen. Jó. Az úgy jó lesz, 36. Nem, rosszabban meg tudunk csinálni egy untradable-t. Na nézzük, megcsináltam újra 4 darab untradable csomagot. Kezdjük a harmadikkal. Nem walkout. Nem nyitottunk eddig Team of the Season walkout-ot. Striker, Argentin, Driussi. Hát ez zseniális, mit nem mondjak. Untradable, úgyhogy már el tudjuk küldeni a klubba. 3 darab pak maradt hátra, nézzük. És végre walkout. Könyörgöm. Léci, valami normálisan. Jönnek az zászlók. Így zászlók. Aubameyang. What? Srácok, van ilyen nemzetiség? Mi az Isten? Hát Zé Luis, jó, oké. De legalább walkout, most már ennek is örülünk, következő csomag és back to back walkout. Nézzük, gyere, légy. Normális zászló. Francia. Nem. Sanchez! Nem. Úristen. Hát gyerekek, jöttek a chilei zászlók, jött a striker, hát én azt hittem, hogy Sanchez. Erre nem. Valami troll, hát what? Hát én ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Na nézzük az utolsót, és back to back to back Team of the Season walkout. Na nézzük.
Újra! Ne! Ez most komoly? Srácok, ez így most... full komoly? Édes Istenem. Egymás után kinyitjuk ugyanazt a srácot untradable-be. Hát ez így nagyon jó. Nem küldöm el a klubba, hanem berakom a SBC-be. Na nézzük a következőt. Itt is van tradable walkout. Gyere! Légy szíves valami értelmeset. Svéd! Jó? Újabb troll Team of the Season játékos. Úgy néz ki, hogy mi csak ilyeneket tudunk kapni. Nem baj, nem baj. Legalább ugye tradable 70 ezer a maxára, és 26-ért el lehet adni körülbelül. De mi mindig csak ilyeneket nyitunk? Hát ez nem igaz. Nem baj, 26-ért kint van. És akkor lássuk az utolsót. Egyelőre. Team of the Season untradable. Úgyhogy hát gyerünk. Legyél walkout, légy szíves. Könyörgöm. Of course befagy. Na, gyere. Normális játékos. Egy akár egy angol. Lengyel. Lewandowski. What? What? Ez így most full komoly. Hogy 4 vagy 5 walkoutot nyitunk, és az összes ilyen troll játékos? Jó, hát 35 ezerre el tudjuk adni. What? Na és srácok, akkor itt is lennénk az Elite, nem Elite, már azt beszélni se tudok. Foot Champions Weekend League Rewards. Nézzük, miket kapunk. Ugye Foot Champions Weekend League, ugye Completed Silver 1, és akkor ezért kapjuk a pirosat, ez pedig a heti Premium Gold Players, meg mindenféle 15 ezer zseton. Úgyhogy hát én azt mondom, hogy nézzük is, kezdjük a Premium Gold pakkokkal, és akkor így haladunk tovább. Az első nem walkout, illetve non-rare. Nagyon jó, játékosokat elküldjük, plusz a kontraktot is. Jó, nézzük tovább. Premium Gold pak újra, és újra nem walkout, viszont legalább már rare. Center back, spanyol. Így is van, elküldjük a klubba, illetve a chemistry-ket, meg a kontraktokat, nézzük a következőt. Premium Gold Player Spec 25 ezeres csomag nem walkout, kicsit nagyobb csillanó elem az Carrasco, így is van, 84-es, most volt Team of the Season, de hát ugye nem most, tehát most nyitottuk a pakkot, nem akkor, amikor Team of the Season volt. Na nézzük, Silver 1 Foot Champions pak, 1 darab garantált Team of the Season Gold játékos és walkout. Könyörgöm! Óriási csillanó, piros. Ahogy látom, francia. Légy szí... Ne! Srácok, ez mi? Úristen! Én ezt nem hiszem el. Nem. Ezt most meg kell írnom neki. Ne. Na jó. Ne. Ilyen nincs. What? Silver 1 Foot Champions pak. És nincs egy... Gyere! What? Egy darab garantált gold Team of the Season játékos. Érted? Bárki lehetett volna. Lehetett volna újra az a striker, aki chilei. Lehetett volna bárki. Erre Team of the Season Kanté. What is going on?
És itt van, kisétál, 92-es center mid Kanté. Na nézzük, ugye a másik kettő az nyilvánvalóan Silver. Hát ilyet láttatok már? Én ezt nem hiszem el. Hát itt is lenne Kanté. Hát nézzétek meg, 90-es futás, 85-ös lövés, 91-es passz. Közben itt van a másik játékosunk. Ugye két darab ezüst játékos, ezek nyilván nem érnek semmit, de hát akkor is 92-es Team of the Season Kanté. Küldjük is el a klubba. Hát nem tudok mit mondani, srácok. Egészen elképesztő. Ugye most egy La Ligás csapata van neki, Suárezzel, Team of the Season, Iago Aspas, Isco, meg ilyen finomságokkal, de hát nem tudom, ennek látszatára lehet, hogy eladja, és csinál egy új BPL csapatot. Hát nézzük meg a klubját, hogy kik vannak. Ugye player special, low to high, ugye itt what? Román? Piros játékos? Megtartunk már? What? Na mindegy, hát itt vannak ugye a piros játékosok, van egy Kussoly Messenger, van egy Mané, piros Mané, és itt is lenne Team of the Season Kanté. Hát ebből azért szerintem elég brutál csapatot lehet csinálni, még hogyha úgy nézzük, hogy ugye Suárezt nem lehet használni. Nem tudok mit mondani, srácok. Team of the Season Kanté. Viszont ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenképp nyomjatok rá egy lájkot. És szerintem csináljunk mi is egy csapatot erre a Kantéra, illetve erre a piros manéra. Hogyha erről is szeretnétek egy videót, akkor mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, vagy akár live-ba is csinálhatjuk. Írjátok le ezt kommentbe, hogy milyen formában csináljuk. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Én Peti voltam. Sziasztok!